Na nyugodtan. Esik ki. Még mindig, még mindig tartja magát, hogy ilyen dolgok között ott megszólalt. Pápán is akkora, hóban. Hát mondtam, mert azt láttam. De nem sok, a vakonyban van csak egy ilyen 7-3 hét. Akkor az nem jött, már ez sem megyünk csak le. Úgyhogy ő a vakonyban volt, hál' Isten. De láttam, hogy az északi részben. Meg minusz 7 fok volt. Van csak 2. Vakonyban, mondjuk nálunk 3. De a vakonyban mínusz 7. Ja. De ott is akkora köd. Azt hittük, közben jártam a Balcán lépni, mert el voltam le a felügyelben. Ó, nyújt ilyen gyalog. Ja, de már fogom nézni. A busza volt. Ha így is belement egy napon. Ja. Így is elment egy napon, mert hát ugye főmöntem Veszprémi, akkor onnét le kell csinálni 3 kilométert az állomásra. És akkor még onnét maradtam, úgyhogy már volt olyan 12. Ugye leállít megálló, én azért még gyanúk föl is kapérni, akkor meg ilyen támadó, hogy hazaérjek este 9-ben. Aztán egy köbbi is átlátva. Ha átlátva venni őt, de akkor nem lenne gondra. Még gyanúk én szeretek meg, hát... Nem. De azért megváltottam a bőrűt, hogy egy nagy helyetedik.
Yeah.